Üdvözlöm a nézőket innen Sepsiszentgyörgyről. A 31. Szentgyörgy napok hétvégi programját fogjuk önöknek bemutatni a következőkben. Érdekesebbnél érdekesebb koncertek, utcazene, gyerek és felnőtt programok. Tartsanak velünk! A Szentgyörgy napok hagyományaihoz híven az Erzsébet Parkban idén is a gyerekeknek szánt programok voltak főszerepben. Önkéntesek és cserkészek ügyességi, logikai, interaktív játékokkal várták a gyerekeket, fiatalokat egyaránt. Nagyon szeretik, ugyanis van egy kis kártya, amin bélyegzőket gyűjthetnek ezek tevékenységek elvégzése során, és utána beválthatják egy arcfestéssel vagy egy kötélcsúszáson, és nagyon szorgosan jönnek és kérik és gyűjtik a pontokat, hogy részt vehessenek a tevékenységen. Én eddig ezt szerettem a legjobban, és a mesemondót, és ilyen programot. És még melyiket szeretnéd kipróbálni? Hát mindegyiket. És mit fogsz csinálni azzal a kis kártyával? Ha jól tudom, akkor arcfestés. Miért szereted a Szentgyörgy napokat? Mert ilyen jó hangulatos, és szeretem a koncerteket. A múzeumkert udvarán is nagy volt a zsongás. Gyerekek nemezeltek, játszottak. Különleges hangszerekkel is megismerkedhettek Fekete Hunor interaktív bemutatóján, többek között a citerával, amely Hunor kedvenc hangszere. Ez a hangszer simogató, ez úgy kezdődik, hogy egy kis apró játszással, játszódással, ritmus gyakorlattal elkezdjük. Mondjam azt magyarán, befürödünk, és szépen akkor vesszük a népek különböző hangszereit is, kis apró fortékákba vezetem belé a gyerkőcüket. Az egészet játékosan, mókásan. Nem csak a népi hangszerek kerültek előtérbe. A The Base idén is a fiatalok bázisa volt. A régi dohánygyár udvarán bárki megnézhette, kipróbálhatta a Mikes Rádió csapata által felállított DJ pultot. Bemutassuk keverőinket, illetve hát saját általunk használt DJ pultjainkat, amikkel szabad időnkben gyakorlunk, illetve igyekszünk fejlődni. Itt maga a bázison már jó pár éve, ez a harmadik éve, hogy itt vagyunk. Főnökünktől, Ákostól jött az ötlet, és álltunk elébe. Az ifjúság bázisán a Chill Zone és a különleges zenei és kulturális programok mellett helyet kapott a Valóság más szemmel prevenciós program is. Stábunk is bekapcsolódott abba a szimulációs projektbe, amelynek keretében egy szemüveg felvétele után különböző feladatokat kellett teljesíteni. A szemüveg lencséje a túlzott alkoholfogyasztás látásunkra gyakorolt hatását mutatta be. Bízunk abban, hogy ezzel a tevékenységgel erősíteni tudjuk a családokon belüli kommunikációt az ilyen kényes témákkal kapcsolatban is. Fontos ugyanis, hogy a szülők és gyerekek tudják az ilyen jellegű témákat megbeszélni. A baráti körön belüli nyomás nagyon erős lehet a fiataloknál, és ahhoz, hogy egy fiatal az egészségére és életére nézve is jó döntést tudjon hozni bizonyos helyzetekben, fontos, hogy a szülő és gyerek kapcsolat és kommunikáció egészséges és erős legyen. A 31. Szentgyörgy napok legjobban várt programjai a koncertek voltak. A színei zenei kínálatból bárki találhatott kedvére valót. Stábunk a nagyon tehetséges Raklap zenekar egyik énekesével is beszélgetett, többek között arról, hogy milyen érzés számukra szülővárosukban játszani. A Szentgyörgyi nagyszínpad az igazából nem hogy álom, de hát már egy ilyen régi vágyunk volt, mert azért tényleg mégiscsak itt lettünk, és nagyon szeretjük Szentgyörgyöt, nagyon-nagyon. Volt egy ilyen lehetőség, hogy itt játszódjunk, és ez egy nagyon nagy dolog. Végre Szentgyörgy népének. A nagy színpadon hatalmas bulit produkált a soproni Moby Dick is. A thrash és heavy metal játszó zenekar volt az egyik első magyarországi banda, amely a 89-es változás után Erdélyben koncertezett. Nem véletlen, hogy hazai rajongótáboruk mindig nagy örömmel fogadja, ez most sem volt másképp. Úgy jövünk vissza, hogy hát mindig hazajövünk, aztán innen hazamegyünk otthonra. Ezt nem púderből mondom,
azon magyar zenekarok, rockzenekarok között vagyunk, talán az első háromban, Beatrice, Edda, Moby Dick, aki a legtöbbet játszik Erdély magyar lakta településeinek a színpadain. Úgyhogy 75 előadásnál is többünk volt. Már 93-ban volt az első sorozaton. A Halott pénz is nagy sikernek örvendett az idei Szent György napokon. A zenekar közönség találkozója után kaptuk mikrofon végre a fiúkat. Nagyon-nagyon jó érzésekkel jövünk mindig. Ez a mai egyébként különösen izgalmas számunkra, mert ez az első koncertünk az évben, úgyhogy ez mindenféle extra izgalmakat jelent így a zenekar számára. Gazdag, színes és sokoldalú. Így lehetne jellemezni a 31. Szent György napokat, amely keretén belül mindenki megtalálhatta a neki leginkább tetsző programot. Azok, akik lemaradtak volna erről az idén, jövőre mindenképp látogassanak el Sepsiszentgyörgyre. Biztos nem bánják majd meg.